Essen szó az olimpiáról is. Az Egyesült Államok uralja az éremtáblázatot, amely a napokban is gyarapszik számos történelmileg tartott eredménnyel. Ebből is kiemelkedik Sydney McLaughlin-Levrone, aki a női 400 méteres gátfutásban újrázott olimpiai aranyéremmel és hatodjára megdöntött világcsúccsal. Ő nyerte a 100. amerikai érmet, a célszalag győztes átlépésekor azt mondta, hogy köszönöm Istenem, a hitéről pedig a versenyt követő sajtótájékoztatón is beszélt. Mindent, amit teszek, Istennek köszönhetem. Ő adott nekem tehetséget és motivációt, hogy folyamatosan fejlesszem magam. A versenyzés az életem, és arra használom, hogy dicsőítsem őt. Amikor csak a pályára állok, így imádkozok Istenhez. Hadd legyek az az edény, amelyben te megdicsőülsz. Bármilyen eredmény is születik. Szabadságérzést ad, hogy tudom, bármi történjen is. Őt illeti a dicséret rajtam keresztül. Ezért teszem azt, amit teszek.